Némely férfinél a hajhiányos rész lehet akár olyan kiterjedt is, hogy a korlátozott donorterület és az ott található hajszálak mennyisége nem elegendő megfelelő sűrűségű hajállomány kialakításához a célterületen. Ekkor több megoldást is szoktunk javasolni. Egyrészt lehetséges az, hogy a fejtető előső részén nem hozzuk annyira előre a hajvonalat, célterületet beültetendő részt, másrészt választhatjuk a többlépéses hajbeültetést is. Ez azért lehet ideális, mert nagy mértékű kopaszodás esetén nem lesz radikális a változás, ha fokozatosan fedjük be a fejtetőt, de természetesen közös megegyezéssel döntünk a beültetendő területről. A beavatkozás csak olyan formában történhet, amellyel ön is egyetért. Ha szeretnél hasonló tartalmakat látni, iratkozz fel! Várunk a Himk hajbeültetési klinikán!